amikor először találkoztunk, vagy nem is találkoztunk, akkor nem találkoztunk, akkor csak interneten ilyen keresztül. Bugyuta online felületen akadtunk egymásra, és akkor nem is, csak beszélgettünk pár mondatot, aztán annyiba is maradt a sztori. Aztán utána egy-két évre rá, akkor is Messengeren. Nem, először MyVip volt, bocsánat. Igen, rám írt MyVip-en. Igazi a sztori. Igen. Hogy nagyon aranyos vagyok, hogy valami ilyesmi. Megbeszéltük, hogy találkozunk. Ja, akkor tettem rá a jogosítványt autóra, tehát motorral már jártam előtte, és apának egy fél órát könyörögtem, hogy ugye az ő autója nagyobb volt, és hogy lenyűgözzelek, hogy adja már ide azt az autót, és azzal menjek el, hogy ja, bevágódjak nála. Igen, emlékszem, és a Renault-val jött. Ja. Igen. Igen, és akkor találkoztunk először, és utána rá másnap, vagy hogy volt? Másnap találkoztunk, vagy két nap múlva? Megint találkoztunk még egyszer? Hát igen, és akkor otthon a Miskolcon az Avasi kilátó, és oda mentünk fel, ott volt az első randing, sétálgattunk, meg ott volt az első csók, és akkor utána volt pár napra rá a születésnapot. Én ezen az első ilyen születésnapon beletem dobva a mély vízbe. Tehát ott találkoztam először a barátokkal, meg ott beszéltük meg, hogy akkor mi együtt járunk. úgyhogy ennek már idén augusztusban 11 éve lesz. Igen. De eldöntöttük a legelején, hogy ugye szeretnénk egymással együtt lenni, tehát hogy együtt lenni az életünket. És ugye szó volt többször arról, hogy esküvő, hogy milyen, hogy esetleg megházasodjunk, ne házasodjunk meg. És mindig azon a nézőponton voltunk, hogy ugye, hát igazából ez úgyis csak egy papír, tehát mi ezt eldöntöttük fejbe, hogy egymás mellett szeretnénk lenni, tehát úgymond nem sok értelme van. Én úgy gondoltam, meg ugye te is, tehát hasonló. Igen, nagyon sokáig úgy gondoltam. Így voltál meg, hogy minek az esküvői ruha, stb., meg hogy nem kellene, stb. És utána hát nálad átkattant valami, tehát egy ilyen 180 fokos fordulat volt. Akkor, hogy nézegette az esküvői videókat, meg hogy beszippantott az esküvői parék. Körülöttünk már mindenki házasodott, úgyhogy... És akkor hát én tudtam, hogy ugye nincs meneklés, nem azért, mert hogy nem szerettem volna együtt lenni, csak hogy... Tehát, hogy jókor derül ki. Igen, hogy itt ugye lánykérés lesz. Az évfordulónkon szerettem volna megkérni a kezedet, csak már nem bírtam addig. Igen, mert augusztusban lett volna a 9. évfordulónk, és ugye a lánykérés pedig júliusban volt. Akkor hát én elmentem a fékségbe, a mindenféle finomságot bevásároltam. Kedvenced a Ferrero Rocher, és kifejezetten vettem Ferrero Rochert, és tehát gyönyörűen te ugye az ágyba feküdtél, egy tálcára. Igen, hát én még pizsamában voltam otthon. Voltam. Megterítettem, és egyetlen egy Ferrero Rochert ugye oda tettem, és annak az aljában volt egy gyűrű. És ugye ahogy a Ferrero Rochert rátettem, meg ugye visszacsomagoltam, tehát nem lehetett azt látni, hogy rajta van a gyűrű. Hát én mindig úgy képzeltem el a lánykérést, hogy majd mond egy mélyen szántó beszédet, felteszi a nagy kérdést, én elmorzsolok egy könycseppet, és kimondom, hogy igen, leszek a feleséged. Na hát ehhez képest az úgy nézett ki, hogy kibontottam a csokit, kiesett belőle a gyűrű, én már akkor bőgtem, amit a lő is bőgött, úgyhogy a nagy mélyen szántó beszéd, hogy leszek a feleséged, egyszer leszek. Úgyhogy inkább vicces lett, mint romantikus. Közben nevettünk. Igen, úgyhogy sírtunk, nevettünk, úgyhogy jó volt, igen, de tökéletes volt nekem legalábbis, tehát ez az olyan volt, ami annak igazából elképzeltem, és nem volt köszélyes. Pizsamában voltam, úgyhogy annyira nem volt romantikus, de egyébként pedig az volt. Én azt szeretem benned, hogy biztonságban érzem magam melletted, hogy bármi történhet, vagy bármi jöhet, azt tudom, hogy úgyis meg fogjuk oldani együtt, és nem lehet semmi olyan nehéz, hogy arra ne találnánk együtt megoldást, és ez nagyon nagyon komoly biztonságérzetet nyújt. Szeretem a veszekedéseink. Igen. Én azt annyira nem. Hát akkor nem, de utána a következő pillanatban akkor egymásra nézünk és nevetünk rajta. Igen, az nagyon jó, hogy bármilyen nagy veszekedés le tudunk zárni egy dedilis vagy mondattal, vagy egy nagy öleléssel, és aztán el van felejtve a dolog. Egy spanyol család. Igen, ez a nagy kiabálás után egy ölelés, meg egy szeretlek, az
az tök érdesen le tudja zárni a dolgokat.